Kedves nézőink, Önök a Szombathelyi Televízió Ez történt az évben című hírösszefoglaló műsorát látják, ezúttal a februári eseményekből válogatunk. Vidám hangversennyel ünnepelték a Farsangot a zeneiskolában. A rendezvényen csaknem valamennyi tanszak növendékei felléptek. Sorral ünnepelték a Farsangot a zeneiskolában. A színpadon az intézmény növendékei, tanáraikkal és egykori diákokkal léptek fel. A megszokott komolyságot és eleganciát most karneváli vidámságra és sokszínű jelmezekre cserélték. Itt mindenki a leghumorosabb oldalát igyekszik elővenni, és ettől olyan számok kerülnek műsorra, amik évközben sohasem. Tehát jelmezekbe öltöznek a diákok, tanárok is, egy-két tanár, és ettől teljesen felborul a normális rendje a hangversenynek. A növendékek heteken át készültek a koncertre. Az egyéni produkciók mellett a zeneiskola különböző formációinak műsora színesítette a programot. Mindig, amikor ilyen koncert van, és akkor főpróbán így jönnek az emberek, és akkor így az egész összeáll, akkor az úgy, amikor én meghallom, hogy ilyen jól hangzik, akkor úgy sokkal szívesebben játszok. A műsorban film és rajzfilm zenék, népzene és könnyed dallamok csendültek fel, és szinte minden tanszak bemutatkozott. Szívesen csinálják a gyerekek, ugye egy kis lazaság, egy kis könnyedség a komoly zene világából, egy kis kirándulás, de hát azért igyekszünk ugyanolyan színvonalon csinálni, mint a komolyabb részét. A kivételes alkalomra a gyerekek többsége jelmezben érkezett. Most farsangi karnevál van itt, és lehet, hogy szerepelni fogok, és ilyen tapsolós buliban. Megmutatod, hogy milyen jelmezben érkeztél ma? Sikoly jelmezben érkeztem. És hogy választottad éppen ezt? Csak láttam egyszer a filmet, és akkor úgy. A vidám műsor után a programot a gyerekek jelmezes felvonulása és tombola zárta. Nagyszabású gálával ünnepelte alapításának 50. évfordulóját a Neumann János Általános Iskola. Az intézmény sokat változott az elmúlt fél évszázad alatt, az épület és az oktató-nevelő munka is folyamatosan fejlődött. Ma a környezetvédelem, a sport, az idegen nyelv és a matematika oktatás az iskola erőssége. Délelőtt tartották a jubileumi gála főpróbáját a Neumann iskolások a sportházban. Bár a széksorok még üresek voltak, minden úgy zajlott, mintha élesben történne. Az egész tantestület és a diákok is lelkesen készültek a gála estre. Jó régóta kipróbálunk már másfél hónapja körülbelül erre, és hát nagyon fontos nekem is, és az egész iskolának ez az egész. Szinte minden osztály előad valamilyen zenés-táncos produkciót, és volt neumannos diákok is színpadra lépnek. Szinte az egész tantestületben nagy segítségre volt, hozták az ötleteket, és ebből az egyvelekből próbáltuk meg bemutatni a Neumann iskolának a sokszínűségét, és egyáltalán hogy milyenek a mi gyerekeink, és hogy mennyire örülnek ennek, hogy együtt dolgozhatunk, nagyon lelkesek. Az iskolát 1962-ben alapították a lakókörzet diákjai számára. 1992-ig Fürst Sándor nevét viselte, aztán Neumann János általános iskolára keresztelték át. Az első tanévben 600 tanulót irattak be, később gyarapodott a létszám olyannyira, hogy az épületet is bővíteni kellett. Nagy hangsúlyt fektetnek a környezetismeret, az idegen nyelvek, a matematika és az informatika oktatására. A közösségi élet sokszínűségéről tanúskodik az a jubileumi kiállítás, amely a hét elején nyílt meg. Fotók, régi dokumentumok, újságcikkek mutatják, mennyit fejlődött az intézmény az elmúlt 5 évtized alatt. A nevelő-oktató munkában is folyamatos változások voltak az elmúlt 50 évben. Egy biztos volt, hogy a feladat mindig ugyanaz. Olyan gyerekeket kellett nevelni bárkinek, aki itt dolgozott, aki együtt élt a kicsikkel, akik a felnőtt életben megállhatják a helyüket. Mi mindig erre törekedtünk, ez az, ami változatlan. A gálára megtelt a sportház. A város vezetői és a megye országgyűlési képviselői mellett hajdani és jelenlegi tanárok, diákok együtt ünnepelték az 50 éves Neumann iskolát.
húshagyó kedd a farsang utolsó napja. Az Agóra, a szombathelyi civil kerekasztal és a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület másodszor rendezett farsang farka programot. A főtérre tervezték végül az időjárás miatt a Kisfaludi utcai színházteremben rendezték meg a farsangfarka mulatságot. Ez nem szegte kedvét a résztvevőknek, egymást követték a fellépők. A kanizsai gimnázium diákjai farsangi dalcsokorral készültek, játékos, humoros produkciójukban pedig népszokásokat elevenítettek fel. A kongózás, a rönkhúzás, akkor a villánycsúfolás. Ugye a mai fiatalok ezekre nem nagyon, illetve hogy kimarad így az életükből az e fajta szokásoknak a megismerése, és így ezáltal mi is sokat megtanultunk belőle. A legkisebbek jelmezversenyén Hófehérke és a Héttörpe is megjelent. A Napsugárovoda Pipitér csoportja pedig Busónak öltözött. Farsangfarka a böjt előtti nagy mulatozás és lakomák ideje. A rendezvény célja a népszokások megismertetése és a városi programkínálat színesítése volt. Sajnos az időjárás közbeszólt, így beszorultunk ide, viszont szép számmal elfogadták az óvodák és iskolák is a meghívásunkat, és gyakorlatilag ugyanazok a programok, amik a főtéren lettek volna, meg lesznek, kivéve a futóverseny. Illata finom. Az előtérben farsangi fánkokat zsűriztek. Az aranybarnára sült csöröge és a lekváros szalagos fánk is ízletesre sikeredett. Egy kevert élesztős tésztáról van szó, hogy ezt jól ki kell dolgozni, pihentetni kell, és utána kelesztés. És a sütésnél meg ugye arra kell figyelnünk, hogy ne szívja meg magát a zsiradékkal. A fánkot forralt borral öblíthették le a szomjas vendégek, többféle változat is készült belőle. Van benne asszalcilva, vörös áponya, citrom, narancshéj, meg fűszerek. Az óvodák kiszebábot készítettek, szavazni lehetett a legszebbre. Ezt a hagyomány szerint elégették, így űzték el a telet, és hívták a tavaszt a régiek. Valentin nap nem csak a szerelmeseké, hanem a nőket és lánygyermekeket ért erőszakkal szembeni fellépés napja is. Magyarországon minden negyedik nő és fiatal lány válik valamilyen szóbeli, fizikai, lelki vagy szexuális erőszak áldozatává. Break the chain, törd szét a láncot, így szól a kampány hivatalos dala. Erre táncoltak többen is a Vörös Sándor Színházban. Készülünk hétfő óta. Jó páran tudjuk a koreográfiát, mert ennek van egy külön koreográfiája, egy fix zenére az egész világon. És ebből most készül egy felvétel, ami aztán majd látható lesz az interneten. A színház művészei mellett barátok, ismerősök táncoltak. Nem csak nők, férfiak is részt vettek az akcióban. Volt, aki táncolt, akadt, aki a jelenlétével tüntetett az erőszak ellen. A véleményem az eléggé tömény és meghatározott, tehát természetesen minden nem ilyen jellegű cselekményt elítélek. 15 órakor az egyik bevásárló központban is felcsendült a dal. Hazánkban minden negyedik nő szenved valamilyen szóbeli, testi, fizikai vagy lelki erőszaktól. Egyes vélemények szerint lehet, hogy ez még alábecsült szám is. Sokan nem ismernek szólni, ha bántalmazás éri őket. Elsősorban a férfiakat kéne képezni arra, hogy az erőszak az nem megoldás semmire. Másodszor pedig a nőket kellene erősíteni abban, hogy ők is érnek annyit, mint a férfiak. Az akcióhoz bárki csatlakozhatott. A kampánydalt és a koreográfiát az internetre töltötték fel, onnan lehetett a lépéseket elsajátítani. A világméretű akció szervezői remélik, hogy az idei esztendő sorsfordító lehet. Több olyan erőszakos cselekmény is történt a világban, ami ráirányította a figyelmet a nőkkel és a gyerekekkel szemben elkövetett súlyos atrocitásokra. Csúszkálj a hóban. Ezzel a szlogennel hívta szánkózni a gyerekeket a Szombathelyi Sportközpont az emlékműhöz, ahol ingyen bérelhettek szánkókat és csúszkákat. Szaladnak a gyerekek, hogy mindenkinek jusson szánkó a csúszkáláshoz. Nagyon jó ez a pálya, meg már le is csúszkálták, úgyhogy kijöttünk szánkózni. A középiskolások is szívesebben töltik itt a testnevelés órát. Az élelmiszeripari és földművelési szakközépiskolába jöttünk, itt van közel, örülünk a lehetőségnek, hogy itt szánkózhatunk,
és hát jobb itt kell lenni, mint ott benne a tornateremben, a szabad levegőn sokkal jobb. Sorra jönnek iskolaidőben az osztályok, a brenneresek már többször jártak itt. Nagyon fontosnak tartjuk ezt a lehetőséget, hogy ide kijöttünk a gyerekekkel. Nagyon fontos iskolánkban az egészséges életmódra nevelés, és ezt testnevelés óra keretében láthatóan a gyerekek is nagyon élvezik, kicsit más, mint a hagyományos testnevelés órák. A Szombathelyi Sportközpont pavilonjában hétköznap reggel 9-től délután 3-ig ingyenesen bérelhetők a szánkók és a csúszkák. Azt szerettük volna, hogy azok is elérhessék ezt a téli sportolást, és első lépésbe szánkózást, akik nem jutnak ki Ausztriába, nem tudnak elmenni több napra síelni. Ezért egy pályázat keretében, egy mobos pályázat keretében nyertünk egy kis támogatást, de arra fordítottunk, hogy itt 3 héten keresztül mögöttem látható pavilont felállítjuk, és ebbe néhány sporteszközt szereztünk be. 10 szánkót és 40 csúszkát vásároltak, ezeket a személyi vagy diákigazolvány felmutatásával bárki igénybe veheti. Kátyúvonalat indított februárban az önkormányzat. Egy erre a célra létrehozott internetes levélcímre és telefonszámra várták a bejelentéseket az úthibákról. Lapátolt, simított és tömörített. Egy kátyú befedésén dolgozott a polgármester. Ezzel az egyel is kevesebb úthiba bosszantja az autósokat, de van még bőven. A SZOVA munkatársai folyamatosan kátyúznak. A közlekedés biztonsághoz hozzátartozik az, hogy sima legyen az útfelület, és mint ahogy tudjuk, a tél megviseli mindig az utat. Most ez a különösen kemény tél, vagy sok hóval járó tél, ez igen megviselte az utakat, ezért aztán a kátyúk bizonyos centiméter telé érnek, akkor azok közlekedés biztonságban is nagy problémát okozhatnak. A balesetek, káresetek megelőzése érdekében már a hóolvadás után megkezdte a SZOVA a munkát. Ilyenkor jó tapadási képességű hideg aszfalttal dolgoznak. Ennél a tömörséget a forgalom adja meg végül is, tehát a forgalom hatására. A kerekek ugye úgymond rázó hatására éri el a tömörséget. Eddig 50 tonna aszfaltot dolgoztak be az utakba. Az önkormányzat az ezévi költségvetésében jelentős összeget különített el a megszaporodott városüzemeltetési feladatokra. Jóval nagyobb összeget kell egyrészt hóeltakarításra fordítani, másrészt látható, hogy a tél milyen kárt tett a városi úthálózatban, és így jóval nagyobb összeget kell majd kátyúzásra is elköltenünk idén, és ezért 100 millió forintos tartalékot kell képeznünk az idei költségvetésben, ebből lehet majd elvégezni ezeket a munkákat. A polgármesteri hivatalban már eddig is több mint 200 bejelentés érkezett. Természetesen 200 bejelentés nem 200 kátyút jelent, hiszen ennél sokkal több, ezek rendszerint csoportosan előforduló jelenségek az útjainkon. Sajnos a gyakori hőmérséklet ingadozás és a kemény tél nagyon mély nyomokat hagyott az úthálózatunkon. Az önkormányzat az úthibákról szóló bejelentéseket mostantól az 520-364-es telefonszámra, illetve a kátyukukat szombathely.hu e-mail címre várja. 2016-tól a középiskolai érettségi vizsga feltétele lesz az 50 órás közösségi szolgálat. A fogadóintézmények, szervezetek és a diákok közötti kapcsolattartás érdekében hozták létre azt az irodát, amelyet Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár jelenlétében avattak fel az egyetemen. Az új köznevelési törvény szerint 3 év múlva már csak azt tehet érettségi vizsgát, aki teljesítette az 50 órás közösségi szolgálatot. Az oktatási államtitkár szerint ez ráébreszthet a másokért végzett munka örömére, nehézségére és szépségére is. Igazi örömet, igazi tartalmat az ad az életünknek, ha másokért is tudunk tenni valamit. Ha nem csak azért kelünk föl reggel, hogy jól lakjunk, jót napozzunk, jót kiránduljunk, persze erre is szükség van, de ha minden nap csak ezt csinálnánk, egy kicsit üressé válna az életünk. Az iroda feladata, hogy kapcsolatot teremtsen az iskolák és a fogadó szervezetek között. Ezt a közösségi szolgálatot lehet teljesíteni a szociális szférában, az egészségügyben, a sport területén, a kulturális életben, és ez az iroda azért jött létre, hogy a fogadó intézményeket és a középiskolákat összehozza. A Nyugat-Magyarországi Egyetem rektora szerint a közösségi munka az életre nevelés része. Természetesen még egyszer az lesz a végcél, hogy szociálisan érzékeny, segíteni akaró és segíteni kész diákokat bocsásson ki a középiskola.
A Vasi Diák Közösségi Szolgálat Belsikátori irodájában ketten dolgoznak majd. A közösségi munka után érdeklődők a www.vdsk.hu honlapon is megtalálják őket. Emlékkonferenciát rendeztek a Magyar Cserkész Szövetség megalakulásának 100. évfordulója alkalmából az Egyházmegyei Levéltárban. Az előadások a szombathelyi egyházmegye papjainak kapcsolatát mutatták be a régió cserkész csapataival. Az egyházmegye papjainak és püspökeinek kapcsolatát a cserkészekkel régi fotók is megörökítették. Mikes János Répce-Szentgyörgyi püspöki nyaralójában többször táborozhattak a cserkészek. Kovács Sándor Tihanyban látogatta meg a fiatalokat, és 1947-ben az újjáépült székesegyház felszentelési ünnepségének szervezésében is közreműködtek a helyi cserkész csapatok. A régi dokumentumok mellett előadások idézték fel az egyházmegye cserkész múltját. Arra gondoltunk, lévén a cserkész történelemnek a szakirodalma viszonylag gyérnek mondható, hogy ezzel a rendezvényen megpróbáljuk mind a történész szakmának, mind pedig a laikus, de rendkívül buzgó cserkészeknek egy kicsit a cserkész történelem felé irányítani a figyelmét. A Magyar Cserkész Szövetség 1912. december 28-án alakult meg. A Nyugat-Dunántúli szervezet 8 évvel később jött létre. A rendezvényen olyan érdekességeket is hallhattak az érdeklődők, mint hogy a 30-as években a fiatal papok is cserkész csapatot alakítottak, és hogy a legendás utazó Almási László is cserkész volt. Ő személyesen Baden-Powellnél eljárt 1919 után, Angliában felkereste, hogy a Magyar Cserkész Szövetséget vegyék fel a Nemzetközi Cserkész Szövetségbe, illetve hát végig a külügyi titkára volt a Cserkész Szövetség. A cserkész mozgalmat 1948-ban betiltották, és csak 40 évvel később alakulhatott újjá. Azt kell mondani, hogy a Jóisten különös kegyelme volt, hogy még éltek azok az idős cserkészek, akik valamikor cserkészek voltak, de ilyen 60 év körüli emberként át tudták adni azt az örökséget, ami a cserkészetet jelenti. A konferenciának azért választották éppen ezt a februári időpontot, mert 1857-ben ezen a napon született a cserkészet megalapítója, Baden-Powell. Az egészséges életmódot népszerűsítette Sirilla György Szombathelyen. A Nemzet Rozmária futásra invitálta a vasiakat, majd a csontigható hidegben megmártózott a csónakázó tó jeges vizében. Mozgás nélkül nincs egészség, ez a Nemzet Rozmáriának mottója. Sirilla György a Nagy Zajlás országos téli turnéja keretében pénteken érkezett Szombathelyre. Egészséges életmód hirdetése nagyon benne van az úszásaimban, hagyományőrzése, hiszen most már apukámmal együtt 52 éve van Sirilla a vízben folyamatosan télen, és a közönség szórakoztatás, egy kis hómusor is ez egyben. Sirilla György 9 állomásból álló turnéjának 6. helyszíne Szombathely. A program célja az egészséges életmód népszerű. Délután, akinek kedve volt, lefuthatta vele a mintegy 1400 méteres távot a csónakázótó körül. Az Rényi iskolából is érkeztek gyerekek a futásra. Még eljött néhány barátnőm is, és hát azért minket hívtak egyrészt, hogy jöjjünk, mert mi jók vagyunk ilyen hosszú távból, meg szeretünk is futni, meg másrészt is azért vállalkoztunk mi is, mert egyrészt kíváncsiak voltunk erre az egész futásra, meg hát nem tudom, olyan jól esett, hogy jöttek futni. A bemelegítő kör után Sirilla György mintegy 10 percet töltött a tó 0,9 Celsius fokos vízében. A víz csodálatos volt, 0,9 fokos volt, megnéztem a hőmérsékletét, mielőtt belementem, és gyakorlatilag nagyon nagy boldogság volt számomra, hogy egy hideg vízben ilyen nagy tömeg előtt úszhattam. Sirilla György produkcióját mintegy 100-an tapsolták meg a csónakázó tópartján. Kevesebb bűncselekmény történt tavaly, mint előző évben. Vas megye az ország egyik legbiztonságosabb megyéje, így értékelte az elmúlt évet a Vas megyei rendőrfőkapitányság vezetője. Nőtt viszont a balesetek száma, többen haltak meg a vasi utakon, és többen okoztak ittasan karambolt.
két év alatt megháromszorozódott Vas megyében azon települések száma, ahol egyáltalán nem történt bűncselekmény, és kevesebb lett, ahol 40-nél több volt az egy év alatt az elkövetés. Közel 7600 bűncselekményben folytatott eljárást a rendőrség. Vas megye a hagyományoknak megfelelően továbbra is az ország legbiztonságosabb megyei közé tartozik, hiszen az ismerté vált bűncselekmények számát tekintve csak Tolna megyében volt kevesebb. Bár összességében csökkent a vagyon elleni bűncselekmények száma, ezen belül viszont több volt a betöréses lopás és a lakásbetörés. A megyében a bűncselekmények nagy részét Szombathelyen követték el. A Vasi Főkapitányság országos összehasonlításban a nyomozás eredményességét tekintve a 8. helyen áll, ez a főkapitány szerint szép eredmény. De jelentősnek tartjuk a kábítószerrel visszaélés jogsértések 40%-os csökkenését is. Tiborc János a sajtótájékoztatón elmondta, hogy szervezett bűnözés nincs a megyében. Tavaly 10-szer annyi határsértőt fogtak, mint korábban, így erre a területre jobban koncentrálnak, emellett nagyobb figyelmet kap a baleset megelőzés is. A városhoz kerültek a MÁV ingatlanok. Az erről szóló szerződést február végén írták alá, az ingatlanokat 15 évig csak sportcélokra lehet használni. Az úgynevezett MÁV ingatlanok, azaz a Rónci úti sporttelep, a Kondics utcai edzőpálya, illetve a cirkusztérként emlegetett kalandváros melletti terület a városi tulajdonba került. Az erről szóló szerződést a haladás munkacsarnokában írták alá. A kormány több alkalommal tárgyalta ezt a kérdést, minden alkalommal nekem volt szerencsém fölvetni ezt a kormányon, és sikerült meggyőznem a kormány tagjait arról, hogy ezt az egyébként példanélküli, mert ilyen nagyságrendű ingatlan juttatásra az önkérdésében foglaltak a lelentében nem volt még példa Magyarországon. Beszédében Puskás Tivadar történelmi pillanatként értékelte a szerződés aláírását és az ingatlanok városi tulajdonba kerülését. A múlt század eleje óta itt ezen a területen mindig sportlétesítmény volt. A MÁV tulajdonában volt, most a város tulajdonában van. Azért lényeges, mert mindenféle fejlesztési lehetőség, ami most látszik, minden fejlesztési lehetőség úgy működik igazából, hogyha mi vagyunk a tulajdonosok, és így tudunk tovább menni. Több évvel ezelőtt 4000 szurkoló aláírását adta át Halmosi Zoltán, a haladás legendás labdarúgója az akkori városvezetésnek, kérve, hogy az ingatlanok kerüljenek az önkormányzathoz. Most a sportolók is ünnepeltek. Amiből a haladás VSM, meg hát ugye a futballklub is, mert ugye teljesen külön van, meg az összes szakosztály itt a haladás körül profitálhat belőle. Én azt gondolom, hogy annak örülni kell, és én meg aztán végképp boldog vagyok akkor mindig, hogyha az ember ilyeneket hall, mert hogyha a haladásnak valaki jót csinál, vagy valami jó történik a klubbal, a szeretett klubommal, akkor nem is lehetek más, mint boldog. A több milliárd forint értékű ingatlanok ingyenes átadása után megkezdődhetnek a fejlesztések. Minden érintett sportegyesületet, akik ezeket az ingatlanokat használják, meg fog keresni az önkormányzat erre a feladatra megbízott szervezet, a Városfejlesztési Kft. Azzal, hogy ezeket az igényeket fejezzék ki, össze fogja gyűjteni ezeket az igényeket, és itt tudunk majd megfogalmazni egy olyan fejlesztési elképzelést, egy olyan koncepciót, amiben a legszélesebb igényeket tudjuk kielégíteni. Az ünnepséget követően mini labdarúgó tornát rendeztek a haladás munkacsarnokban. A négy résztvevő csapat közül a média válogatott bizonyult a legjobbnak. Vajdasági pedagógusok ismerkedtek óvodák, iskolák, környezeti nevelési programjaival Szombathelyen. A határon túl is nagyobb hangsúlyt kapna ez a terület a pedagógiai programokban. Széles a Perint, magas a partja. Séta Szombathelyen, a Perint patak partján. Az óvónők, ezúttal gyerekek nélkül, éppen egy foglalkozást mutatnak be vajdasági pedagógus kollégáiknak. Ők azért érkeztek, mert óvodáikban nagyobb hangsúlyt szeretnének fektetni a környezeti nevelésre, beépíteni azt a pedagógiai programjukba. Szombathelyen erre több jó példát is láttak. Elsősorban a gyerekeknek az aktivitása, ez a szabadtéri aktivitás, ezt mi is csináljuk, természetesen óvodánkban játszunk, kirándulásra megyünk, de nem ilyen formában, hogy ilyen program van hozzá, és akkor ezt szeretnénk, hogy előre elkészített, kidolgozott, tervezett programot készítjünk, amit ott megvalósítunk, és utána ez, amit Nóráik mutattak, hogy a termésekkel, amit begyűjtenek, milyen sokáig lehet aztán játszani és abból élni. Arra is kaphattak ötleteket a látogatók, hogyan készíthetők terményekből hangszerek, játékok, vagy éppen virágot miből tudnak alkotni.
A pedagógusok szerint fontos a környezeti nevelés. A gyermekeknek először is nagyon fontosnak tartom a természetben való tartózkodását, és fontosnak tartom azt is, hogy minél közelebb kerüljenek a természethez, és minél jobban megismerjék a környezetüket. A Szűcsapó óvoda egyik oktatóközpontja, a Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségének 14 intézménnyel vannak kapcsolatban. Nem szabad elfelejteni, hogy az óvónőknek módszertani szabadsága van. Abban egységesek vagyunk, hogy a környezeti nevelést, a fenntarthatóság nevelés elvét az egész kiskortól fogva beépítettük a pedagógiánkba. Tehát ez egységes. Viszont mások a körülményeink, mások vagyunk mi magunk, tehát így adott az egymástól való tanulás lehetősége. A vajdasági pedagógusok az óvoda mellett iskolában és arborétumban is jártak a hétvégén. Kedves nézőink! Ez történt az évben című hír összefoglalónkat látták, legközelebb a márciusi eseményekből válogatunk. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!